A délelőtti ifjúságnak adott koncert más szerkezetű, mint az esti. A Nagy János trióban Franky Látó hegedűse és Zsuber Flóra dobos Nagy Jánossal, aki nem mellesleg Erkel Ferenc díjas zeneszerző, alkotja a szinte felülmúlhatatlant. A Freeside Chamber Orchestra 17 éve meghatározó szereplője a hazai jazz szintérnek. Pécsett a Kodály Központban ifjúsági hangverseny keretében Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel léptek fel. Barátságuk régi keletű, nem véletlen ez a mostani együttműködésem a színpadon. Készítettünk egy lemezt a Jazzelünk címmel, ahol Debussy darabokat dolgoztunk fel, és az album készítése közben megkerestem Bogányi Gergelyt, hogy megmutassa neki ezt a felvételt, kíváncsi voltam, mit szól. És mikor ezt hallgattuk, közben jött egy olyan gondolat, hogy akkor csináljuk olyan koncerteket, ahol ő eljátsza az eredeti művet, mi pedig utána eljátszuk a feldolgozást, és ez egy ilyen különleges élmény nyújtott a hallgatóknak, hogy kicsit közvetlenül nem kell az emlékeikre támaszkodni, hogy valami is lehetett ez a mű, hanem rögtön hallják. És ugyanakkor az anyagot áthangszereltem a Freestyle Chamber Orchestrára, így most így mutatjuk be ezeket a darabokat, hogy Bogányi Gergely játssza az eredetét, utána pedig mi a nagy zenekarral játsszuk a feldolgozásokat. Freeside Chamber Orchestra 17 éve meghatározó szereplője a hazai jazz szintérnek. Pécsett a Kodály Központban ifjúsági hangverseny keretében Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel léptek fel. Barátságuk régi keletű, nem véletlen ez a mostani együttműködésem a színpadon. Ez tényleg egy nagyon különleges felállás. Én nagyon szeretem, ez egy kicsit ugye más, mint amit általában szoktunk csinálni. Nem annyira merev és nem annyira kötött. Nagyon szellemes az, ahogy a zenekar ezeket a műveket feldolgozza. És szerintem nagyon érdekes az, hogy én játszom az eredetit, ugye, az eredeti Debussy műveket, és utána ők pedig abban a stílusban, azokkal a motivumokkal játszva improvizálnak. Itt nagyon ízlésesen szerintem van egymás mellé téve a komoly klasszikus zene és a jazz, ami ilyen módon természetesen összefügg, hiszen ugyanazokat a dallamokat használják. Tehát ez tényleg egy ilyen unikum és egy ilyen nagyon érdekes, szerintem mindenki számára, mi fiatalok számára is nagyon felvillanyozó zenei óra, zenei est, zenei délelőtt. De ez tényleg, ennek semmi köze nincs a bármilyen ilyen langyos crossoverhez. Annyira adta magát ez a zene a zenekar számára, hogy ugye annyira kényelmes, vagy annyira jól, tehát minden erőltetéstől mentes az, ahogy az eredeti darab után ők ebben a stílusban, és aztán egy kicsit még ezt továbbvéve improvizálnak, hogy ez egy nagyon jó választásnak tűnt. A Freestyle Chamber Orchestra 2004-ben alakult, és nagy áttörést jelentett a hazai jazz élet számára, hiszen létrejött Magyarország első olyan állandó professzionális kamarazenekara, amely vonósokból, fafúvókból, tekerőlandból és jazzkombóból áll. Az együttes Nagy János Erkel Ferenc díjas zeneszerző vezeti, tagjai közül pedig többen Emerton
illetve Artisius díjas jazzzenészek. A Freestyle Chamber Orchestra állandó résztvevője a jelentős hazai és külföldi jazzfesztiváloknak. Az esti programon lesz két vendégünk, két népzenész, a Kubinyi Júlia népdalénekes, és Szerényi Béla, ő pedig Tekerő Anton játszik, ami megint csak igen izgalmas, hiszen nagyon kevesen ismerik ezt a hangszert, még a népzenén belül is, de így pedig, hogy ebben a műfajban a Szerényi Béla, tehát pontosan ugyanúgy használja ezt a hangszert, mint egy szaxofonos a sajátját, tehát hogy a jazz műfaján belül használja, és nem csak az történik, hogy mi meghangszerelünk egy népzenei motivumot, és ezt valahogy beleolvasszuk, hanem tulajdonképpen ezekkel a szóló hangszerekkel egyenértékű hangszerként használja ezt a gyönyörű népi hangszert, a tekerőt. Idén új nagy lemezzel jelentkeznek. Az Üveghegyen túl című album népzenei és jazz elemeket ötvöző dalokat tartalmaz. A Metronome Jazz Club zenei sorozatának legutóbbi vendégei voltak. A lemez bemutató koncertturnét a zenekar a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítja meg.